A fecen nevelő természetes környezetet biztosít az itt növekedő madaraknak, ám teljesen zárt rendszerről van szó. Azt jelenti, hogy a tetején egy 5x5-ös műanyag hálóval fedett, körbe pedig kerítéssel, belmagassága 3 méter. Ebben neveljük a fácánt előnevelt, ez azt jelenti, hogy 6-7-es kortól teljesen felnőtt vadászkész fácán korig. Ugye októberben kezdjük rá a vadászatot. Ebben teljesen 24 órás őrzés folyik, etetés-itatás, de azért mégis egy természet közeli környezetbe, tehát nem betonon, hanem vetett növénykultúrába, ahol jelen vannak a gyommagvak, rovar, fajok, mindenek, tehát egy természeteshez közeli táplálékbázis, amit természetesen egy idő után felélnek, majd ekkor kikerülnek a vadászterületre. A terület adott, a fácán nagyüzemi tenyésztése pedig már régóta önálló telepeken kezdődik, ezekből szerzik be a nevelőkbe kerülő fácán csirkéket. Fácánnak a nagyüzemi tenyésztése rég kidolgozott módszer, erre Magyarországon van egy jó pár olyan telep, ami erre berendezkedett, tehát tartanak fácántyúkokat, úgynevezett törzsállományokat, amiket tojatnak, természetesen megfelelő ivararányban, nagyon komoly mennyiséget keltetőgéppel keltetik, és a vadászatra jogosult, vagy napos, vagy előnevelt, vagy felnőtt vadászkész fácánt tud tőlük vásárolni. Ezelőtt több évig mi napos kortól, egy napos fácántól neveltük vadászkész fácánig, az idei évben előnevelt, tehát 6 és fél hetes fácán érkezett hozzánk, szám szerint 2600 darab, 2000 kakas és 600 darab tyúk megoszlásban. Ezt azért lett ez a döntés, mert hogyha egy napos kortól neveljük, annak durván fele születési arány, ivararány egy-egyhez közelít, tehát egy kakasra jut egy tyúk, így azért tudtunk a tagságnak több kakas biztosítani, mert ugye mindenki szívesebben vadászik a szép színes tollú, gyorsöptű kakasokra, mint a kis szerényebb tollazatú, kisebb testű tyúkokra. Az itt élő fácánok születésük, pontosabban kikelésük pillanatától emberi környezetbe kerülnek, a nevelő telepnek is inkább tyúkudvar hangulata van. Amikor eljön az idő és visszaviszik őket a természetbe, kell pár nap, amíg szétszóródnak. Kell neki idő, csak sajnos ezek ugye mivel zárt rendszerben nevelődnek, nem úgy félnek a ragadozóktól, nem találják a területet, nincs kotló, ami vezesse és mindenre megtanítsa őket. Mi próbáljuk azért nem annyira elkényeztetni őket, nem annyira az emberhez szoktatni, de mégiscsak mi vagyunk úgymond a gondozói. Nem, ezt mindig el szoktuk mondani, nem ad akkora vadász élményt, mint egy vad szabad területen kelt és felnevelődött fácánkakas. Ez azért van, mert egyre nő a vadászok létszáma, kell vadászni, és kötelességünk a külterületi vadállományra vigyázni, ami ugye természetesen el kell mondani, ez az államtulajdon a magyar vad, mi csak annyit lőhetünk, amennyit az adott év szaporulata enged, és ez általában kevesebb, mint amennyi igény van, kereslet van a vadászatra. Az itt nevelődő példányok legnagyobb része vadzsákmány lesz, egy kisebb részük erősíti csak a vadon élő fácánok csoportját. Mi nyomon követjük, figyeljük, vannak a területünkön úgynevezett fácán kibocsátó helyek, ahova mindig csak oda engedhetjük a fácánt, ez törvény írja elő, ez is segíti és támogatja a külterületi szabad fácánállományunkat. Nyomon követjük, főleg akkor tudjuk nyomon követni, mikor a nevelés során különböző színűek kerülnek. Ugye van az a teljes szénfekete, csodálatos tollú angol sötét vadászfácán, tavalyi évben is volt ilyen, nem is kevés, és ezek csirkéket vezetnek. Tehát marad, természetesen nem tudjuk mindet lelőni, nem is ez a célunk. 100 darabból egy 60 darabot, tehát 60%-ot tudunk általában visszavadászni, a többi a területen marad, és természetesen ennek van egy része, amelyik fog csibét is nevelni. A nevelőt körülvevő és felülről is beborító háló a szárnyas és a négylábú ragadozóktól véd, a kétlábúak ellen állandó őrség van a telepen. Muszáj volt megcsinálnunk a kerítés mellett egy villanypásztoros védelmet, ami 100%-ig bevált, azóta hál' Istennek nem volt, és itt ténylegesen nem a szárnyas ragadozókra, hanem a négylábúakra kellett védelmet találnunk, a görényre, a rókára. Ez hál' Istennek a villanypásztoros védelem megoldotta, de ezt az értéket, ami ugye a vadásztársaság tagságáé, ezt nem szabad itt hagyni őrizetlenül a mai gazdasági bizonytalan világba, tehát ezért is kell a 24 órás ügyelet,
ugye természetesen nappal a hivatásos vadászok végzik el az etetést, itatást, gondozást, éjszaka meg a tagság sportvadászai úgynevezett társadalmi munkában őrzik a madarat reggel 6 óráig. Az itt látható példányok ősszel kerülnek ki a területre. Július 6-án érkeztek ugye a telepünkre, 6,5 hetesek, ez október vége fele. Mondjuk mi rá, hogy felnőtt, vadászkész fácán, akkor lesz teljes tolba, és akkor október vége fele 20-a tájba fogjuk majd a területre kibocsátani, és utána fogunk rá vadászni. Úgy a tagság, mint a külföldi bérvadászok. Tulajdonképpen, mint vadászsákmánynak már most mindnek van gazdája, a fácán vadászat kedvelt és keresett időtöltés. Ennek a fácának túlnyomó többsége a társaság tagságái, és valamennyi lesz a külföldi bérvadászoké. A vadászok az őszi vadászatok előkészítése mellett a nyár végének további fontos eseményeire is készülnek. Augusztus eleje és július legvége a vadászember számára egy rendkívül fontos időszak, főleg nekünk, mivel nekünk a legfőbb vadfajunk, nagy vadfajunk az őz. Az őzek násza most van, az üzekedés. Erre vadásztatunk úgy a külföldi, mint a belföldi bérvadászokat, illetve nagyon sokat dolgozott tagjaink közül is ezekkel a vadászati lehetőségekkel jutalmazzuk a társadalmi munkavégzést. De meg szeretném ragadni az alkalmat és felhívni minden autó vezető figyelmét, hogy ez a augusztus 15-i periódusig nagyon figyelzenek, nagyon figyeljenek az utakon, mert olyan mozgásra számíthatunk, hogy felszalad az útra egy őz, és jön utána a másik. Sokkal jobban megnő a mozgási nagyság, területnagyságuk is, és sokkal könnyebben történik vadgépjárműütközés is. A karcak környéki vadállomány szárazság ellenére is jó formában van, ám ez már nagyrészt az emberi gondoskodásnak köszönhető.